A magyar televízió raktáraiban több tízezer kép és hangszalagot tárolnak. Dobozokban vannak az évtizedek alatt filmszalagra rögzített televíziós produkciók, a kezdeti korszak nagy sikerű műsorai. Filmsorozatok, tévéjátékok, szórakoztató műsorok, színházi közvetítések, felbecsülhetetlen kulturális értékű felvételek, pótolhatatlan dokumentumok. A filmanyagok elhasználódása, karcosodása, a színes filmek fakulásának az idő múlásával egyre jobban gyorsuló folyamata szükségessé teszi, hogy a műsorok megmentése érdekében megtörténjen a kópiák felújítása. A feljavított filmekről másolatot kell készíteni, időtálló digitális technikára. Ezt az értékmentő feladatot végzi a Magyar Televízióban a Filmrestauráló Stúdió. A felújítás első szakaszában a kópiák fizikai állapotát teszik rendbe. Megtörténik a filmtekercsek átvizsgálása, javítás után a kézi és gépi tisztítása. A második szakaszban a filmrestauráló stúdióban sokféle műszaki berendezés vesz részt a restaurálásban. A Philips Quadra filmbontó az átvilágított filmkockákat digitális adattá alakítja. A 16 és 35 mm-es negatív és pozitív filmek minden formátumát le tudja játszani. A filmbontóra szerelt folyadékos kapu finom vegyi permetet szór a filmre, amely az átírás idejére kitölti a karcok helyét, és nagyrészt láthatatlanná teszi azokat. Digitális korrektor szűri a képzajt, csökkenti a megmaradt karcok és más filmhibák mértékét. A DaVinci programozható színkorrektor tárolja a beállított korrekciós értékeket, vezérli a filmbontót, a képhiba korrektort, a rögzítőgépeket. A restaurátor átnézi a jeleneteket, meghatározza a szükséges mértékű fény- és színkorrekciót. Jelenetlista és memóriatárak segítik a beállítások gyors elvégzését. Ha megnézzük ezeket a filmeket, látható, hogy a jobboldali kópia, amely 25 évvel régebbi, mennyire kifakult vörös. A színeket tartalmazó három réteg eltérő öregedése okozza ezt a problémát, ezért az egyik legfontosabb feladat a színegyensúly helyreállítása, mielőtt végleg színtelenné válnak a filmek. A filmre jellemző jeleneteket kiválasztva, a széleskörű színkorrekciós lehetőségeket kihasználva jelentősen csökkenthető a kép vörös elszíneződése. A colorist keze nyomán előtűnnek a valóságos színek. A filmek átírása nagy tapasztalatot igénylő feladat. A cél a kópia eredeti képi világának helyreállítása, ezért a felújításban szükség szerint az alkotók is közreműködnek. Nagyon fontos, hogy érvényesüljön az elképzelt látványvilág, a művészi koncepció. Szintén fontos szempont, hogy a néző kiváló kép- és hangminőségű műsort lásson, mert ezeket a filmeket ma is sokszor tűzi műsorra a Magyar Televízió. Ennek érdekében a megmaradt zavaró képhibákat külön számítógépes rendszeren javítják ki. A restaurátor a sérült részek kijelölése után összeállítja a hibátlan képkockákat. Ha szükséges, megtörténik a hangrestaurálása is. Az utómunkálatok elvégzése után a felújított filmet rögzítik, a hordozókat archiválják. A restaurálás tervszerűen történik. A kópiák állapotának felmérése alapján készül a felújítási lista. A kiemelten kezelt, veszélyeztetett és értékes alkotások mellett az adásra tűzött filmek nagy része is átírásra kerül.
A filmek megmentése idő és eszközigényes feladat. Igen nagy anyagi ráfordítást és hosszú évekig tartó feladatot jelent a nagy állományok digitalizálása. 1999 óta több ezer restaurált film átírása bizonyítja, hogy a magyar televízióban alkalmazott technológiával biztosítható a régi filmműsorok felújítása és végleges megőrzése.